arról szeretnék beszélni, hogy hogyan kezdj neki a jóslásnak, hogyha másnak szeretnél elemezni. Először is, hogy fogod a paklit és megkevered. Ez mindig nagyon-nagyon fontos. És akkor lerakod a másik elé az egész csomagot, és kérd meg, hogy emeljen. És akkor ugye, amit elemelt pakli, annak megnézed a felső, és megnézed az alsó lapját, és ez fog nekünk információt mondani. A felső lap, ugye, amit felülről szedtél le, az a tudatos gondolatokat, azt a témát mutatja, mi foglalkoztatja azt, aki kihúzta. Az alsó lap pedig, ami tudatalat van benne. Ez úgy körülbelül, ami úgy azért nagy jelentőséggel bír az életében. Na nézzük, mit jelent tudatos szinten a mágus lapja. Ugye itt egyensúlyoz, és különböző tárgyakat fog, tehát itt az egyensúlyt azért ki kell emelni, ennél fogva itt egy picit más az ábrázolás, mint a hagyományos mágus lapban. Itt is természetesen a négy tárgy, a négy elem szimbóluma, amit magadhoz kell ragadnod, tehát szükséged van érzelmi motivációra, ugye ez a kelyhek, anyagi bázisra, biztos anyagiakra ez az érme, kard a tiszta gondolatok és a bot a cselekvő erő, tehát hogy ez a négy elem, ez a négy dolog, ami így állandóan foglalkoztat, hogy ennek az egyensúlya az hogyan tud megjelenni az életedbe. Ugye ez a tudatos szint. És akkor nézzük a másik lap, ez pedig az érme lovaglapja, ami szintén az anyagi világ, és itt ugye egy ajándékkal érkezik a lovas. Tehát mindenképpen a tudatalattiban az a kép van benne, hogy valami pozitív dolog jön felé, és valami előrelépés fog történni, anélkül, hogy ő különösebb erőfeszítést tenne. Tehát mindenképpen arra utal, hogy tudatos szinten ugye az ember gondolkodik, hogy mit tegyen, hogyan tervezze meg a jövőt, tudatalatt viszont már van egy tiszta képe arról, hogy a dolgok jó irányba fognak fordulni. Itt ugye ennél a húzásnál nagyon-nagyon fontos, hogy a két lap különbségét megnézzük. Itt ugye a mágusnál ez a én nekem kell tennem irányítanom, és tudatalatt viszont kész arra, hogy a dolgok maguktól is javulhassanak. Tehát egy picit eltér. Hát van olyan, amikor ennél sokkal nagyobb eltérések vannak, és igazából a két lap konfliktusa az, ami a problémákat okozhatja. Itt ugye a kettő különbsége az, hogy én irányítani szeretném tudatosan, de igazából, ha megnézed tudatalatti képet, erre nincs feltétlenül szükség, hiszen itt ugye már jön az esemény, tehát lehet, hogy ezt tudatos szinten nem látja, hogy az eredmények megjönnek, de ettől még tudatalatt erre már készen van. Természetesen magadnak is használhatod, ez egy ilyen elindító, ráhangolódó húzás, én is erre szoktam használni. Ez most a Taró 78 ajtaja csomag volt, de bármilyen tarókártyával nyugodtan használhatod. Köszönöm a figyelmed, és ha tetszett, akkor kérlek, oszd meg másokkal, illetve érdemes feliratkozni a csatornára, de megtalálsz a Facebookon és az Instagramon is, Taró Suttogó néven.